Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Kommunizmus áldozatainak emléknapja, Tolna megye szerte tartottak koszorúzást. Közel 100 gyerek sport teljesítményét ismerték el, 2021-ben is remekeltek a szekszárdi atléták. Kihasználták a hűvös időt, Bátaszéken és Bonyhádmajoson is a disznóvágás hagyományát elevenítették fel. Nagy étvágya volt a tolvajnak, 15 kiló fagyasztott húst lopott egy férfi. Február 25-ét 2000-ben nyilvánították a kommunizmus áldozatainak emléknapjává, annak apropóján, hogy 1947-ben ezen a napon tartóztatták le koholt vádak alapján a pécsi születésű Kovács Bélát, az akkor kormányon lévő független kisgazdapárt főtitkárát. A kommunizmus magyarországi áldozatainak számát 700 ezer és 1 millió fő közé teszik a történészek, sokan közülük Tolna vagy Baranya megyeiek voltak. Rájuk emlékeztek hétvégén több településen is. Ezek a felvételek a magyarországi kommunista diktatúra idején készültek. Ebben az időben történt, hogy 1947. február 25-én Kovács Bélát, a független kisgazdapárt főtitkárát letartóztatták, majd börtönbe zárták. Ekkor még senki nem tudta, hogy 2000-ben ezt a napot a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánítják. Tolna megyében több településen is megemlékeztek a nemzet hőseiről. Mint egy csapda. Nyílik és csukódik a testem. Folyton szűri, amiben belekeveredtem. A világot szűröm én, mint szivacs a tengert. Dombóváron az I. és Gyula gimnázium ünnepi műsorával emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól. A középiskola diákjai verssel és énekkel idézték fel a történelmi eseményeket. Tamásiban Porga Ferenc polgármester beszédében elmondta, hogy több mint 700 embert végeztek ki hazánkban, 70 ezret börtönöztek be és 600 ezret hurcoltak el kényszermunkatáborokba. Most hajtsunk fejet az áldozatok előtt, az áldozatok emléke előtt, ne feledjük, amit Milán Kundera cseh író fogalmazott meg. A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit, és biztosítani, hogy azok soha ne ismétlődhessenek meg. Emlékezzünk meg azokra a honfitársainkra, azokra az elődeinkre, akik az életüket áldozták a magyar hazáért. Bonyhádon a Vörösmarty téren tartottak megemlékezést. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy azokra is gondoljunk, akiknek tönkretették, megnyomorították, ellehetetlenítették az életét. Nem dolgozhattak hivatásuknak, tehetségüknek megfelelő munkahelyeken, a gyermekeiket, sőt még az unokáikat sem vették fel sok esetben főiskolákra, egyetemekre. Gyakorlatilag a kommunista rendszer mindenre rányomta a bélyegét. Potápi Árpád János hozzátette, hogy február 25-e a magyarok számára mindig is a megemlékezés napja lesz. Ahogy június 4-én, október 23-án is vissza kell gondolni a történelem viszontagságaira és a nemzet hőseire. A bonyhádi megemlékezés koszorúzással zárult. 8370 új koronavírus megbetegedést igazoltak az elmúlt három napban idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.787.544 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 197, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 43.949 főre emelkedett. 3615 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 132-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.394 ezeren kaptak. Tolna megyében nem regisztráltak új fertőzöttet a hétvégén, így továbbra is 37.845 a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Háborús helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség, jelentette ki a miniszterelnök vasárnap. A kormányfő az 1999-es délszláv háborúra és a 2015-ös krími konfliktusra emlékeztetve hangsúlyozta, most és a korábbi helyzetekben is az volt a magyar álláspont, hogy Magyarországnak ebből a háborúból, ebből a fegyveres konfliktusból ki kell maradnia, és erre kell összpontosítani az erőfeszítéseket.
Orbán Viktor hozzátette, amikor háború van, akkor zűrzavar lesz, és ideges, kapkodó, gyors lépéseket sürgető helyzet alakul ki. Nagyon fontos, hogy egy olyan ország, amely a háborús térséghez közel van, Magyarország az szomszédos ország, ott ez ne következzen be. Ezt úgy hívjuk, hogy stratégiai nyugalom. Most arra van szükség. Tehát óvakodni kell minden átgondolatlan, gyorsan meghozott döntéstől, átgondolatlan, esetleg népszerűnek hangzó, de átgondolatlan következményeikben fel nem mért követeléstől és kezdeményezéstől. Például az, amit a magyar baloldal kér, hogy küldjünk katonákat a háborús övezetbe, az nélkülözi a stratégiai türelem és a stratégiai nyugalom erényét. Erre nincsen semmi szükség. Védelmet kapnak Magyarországon az ukrajnai menekültek. Ez az Ukrajna területéről érkező ukrán állampolgárokra, valamint az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik. A kormány a veszélyhelyzeti felhatalmazással élve elrendelte, hogy ezekre a beutazókra nem kell alkalmazni a menekültügyi eljárás törvénybe foglalt átmeneti szabályait, amelyek alapján a kijevi magyar nagykövetségen kellene menedékjogi kérelmet benyújtaniuk, majd a válaszra hetekig várni. Nagy étvágyú tolvajt fogtak a rendőrök Nagykónyiban. A férfi mások mellett fagyasztott húst lopott egy tanyából. Amikor a rendőrök elfogták, azt mondta, ő és a kutyája megették az ételt, pedig nem keveset, több mint 15 kilót vitt magával az ingatlanból. A 20 éves fiatal több évre börtönbe mehet. Fotók, amiket a rendőrök készítettek a fiatal férfi által feltört épületnél, a tolvaj nem válogatott, amit talált magával vitt. Mások mellett 15 kiló fagyasztott kacsa, csirke és disznóhúst is. Azt viszont már nem tudták lefényképezni a nyomozók. A 20 éves fiatal ugyanis azt mondta, mit megette a kutyájával. A férfi ügyében most született ítélet, a bíró börtönbe küldte. A Tamási járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat lopás büntettében, ezért a bíróság a vádlottat 10 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte, illetve a közügyek gyakorlásától is eltiltotta. A vádlottnak volt már egy korábbi felfüggesztett börtönbüntetése is, így annak végrehajtásának elrendeléséről is rendelkezett a bíróság. A férfinak tehát nem ez volt az első szabálysértése, korábban már többféle bűncselekményt is elkövetett. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott már bűnismétlő, speciális bűnismétlő, hiszen korábban többször volt már elítélve lopás, zaklatás, illetve testisértési cselekmények miatt, azonban ennyitő körülményként értékelte beismerő vallomását, megbánó magatartását. Az ítélet jogerős, mert azt a vádlott és az ügyész is tudomásul vették. Gyurkovics János alpolgármester előtt letették az esküt a Tolna megye 1-es számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjai pénteken a Szekszárdi Városházán. A bizottság tagja lett Fekete Tamás, Kósa Magdolna és Nemes Árpád, a pottagok Balázs Ákos, Póla Zoltán és Tóth Endre. A testület ezt követően elnökének megválasztotta Fekete Tamást, elnök helyettesnek pedig Nemes Árpádot. A választási bizottság megállapította, hogy megszerezve a szükséges minimum 500 aláírást, országgyűlési képviselőjelölt lett a Magyar Kétfarkú Kutyapárt színeiben induló Farkas László József és Kercsó Márton, a Magyar Munkáspárt és az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom jelöltje is. Lassan véget ér a disznóvágás szezonja, ezért hétvégén több településen is igyekeztek kihasználni a rendelkezésre álló maradékidőt. Bátaszéken a helyi székelyek tartották meg a már hagyományos torjukat, Bonyhádmajoson pedig kolbásztöltő fesztivált rendeztek. Teszünk rá a tetejére, úgy szoktunk, hogy egy kis hagymát, egy kis, mikor már majdnem megfőtt, akkor paradicsommal, házi paradicsom léven leöntjük. Illésni Erős Ágnes épp a székely töltött káposzta, vagy ahogy Bukovinában mondták, galuska elkészítését meséli, amiből a szombati napon tetemes mennyiséget főztek Bátaszéken a székelyházban. A disznóvágás kora reggel kezdődött és egész napon át tartott. A káposzta vacsorán lett felszolgálva, ahova közel 100 főt vártak. Rákészültünk a lapikkal, a hússal, és lesz hurka kolbász, és üstbe főzünk levest, húslevest. Úgyhogy ilyen nagy volumenű lesz a ma este itt a teremben.
A székely közösség minden férfi tagja aktívan részt vett a hús feldolgozásában. A közel 200 kg-os disznót Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője ajánlotta fel. Hát mindenbe segítkeztem. Alapvetően a fő feladatom az a vérfelfogás volt, illetve a húsoknak a darabolása, a csíkozása. Most folyik a darálás, nem sokára utána elkezdünk tölteni, szinte mindenből kolbász fogunk majd készíteni, de sokan vagyunk rá, és nagyon lelkes a közösség. Bonyhád Majoson nemzetközi kolbásztöltő fesztivált tartottak szombaton. A második alkalommal megrendezett télvégi rendezvényen 40 csapat vett részt. Készültünk mindenféle étkekkel, addig is, amíg a kolbász elkészül, ugye, főleg disznóságokkal, az talán egyértelműen látszik. És okulva az utolsó fesztiválból, úgy érzem, hogy egy nagyon szép, ilyen hagyományos asztalt készítettünk el. A program egyik szervezője azt mondta, hogy a zsűri nem csak az elkészített ételeket pontozza, hanem például a csapatokat és az általuk feldíszített asztalokat is. Megnézzük azt is, hogy a csapatnak a megjelenése mennyire egységes, hogy mennyire autentikus az, ahogy az asztalukat felépítették, felkészítették, hogy mennyire autentikus technológiákat használnak, ugyanis vannak, akik igazán régi, még dédszülőktől származó töltőkkel készültek például. A majosi kolbásztöltő versenyt a Hidasi csapat nyerte, második helyen a horvátországi Laskó településének delegációja végzett, míg a harmadikak a várajaiak lettek. Már minden nyugdíjashoz megérkezett a 13. havi nyugdíj, közölte a családokért felelős parlamenti államtitkár hétfőn a Facebook oldalán. Kiemelte, a 13. havi nyugdíj kifizetését a gazdasági növekedés tette lehetővé, amely a sikeres gazdaságpolitikának köszönhetően a koronavírus járvány ellenére is rekordot döntött. Ebből nem csak a 13. havi nyugdíjat, hanem már 4 alkalommal nyugdíjprémiumot is tudtunk fizetni. A magyar nyugdíjasok megélhetését emellett jelentősen segíti a rezsicsökkentés. Míg Európa más országaiban brutálisan megemelkedett a rezsi, 50-60%-kal nőnek a rezsidíjak, addig a magyar nyugdíjasokat máig védi a rezsicsökkentés. Rezsicsökkentés nélkül a magyar nyugdíjasok havi akár több 10 000 forinttal többet fizetnének. Idén 16. alkalommal díjazta a Sportélmény Alapítvány és a Szekszárdi Sportközpont NKFT közösen az atlétika szakosztály sportolóinak eredményességét. A minden évben megrendezett ünnepségen a serdülő korosztály legjobb ugró, dobó, sprinter és középtávfutói kaptak elismerést. A Vaszkó Judit emlékére létrehozott vándorserleget is a rendezvényen adták át. Szép számmal gyűltek össze a Babits Mihály Kulturális Központ dísztermében a Szekszárdi Sportközpont atlétika szakosztályának tagjai és hozzátartozói. A Sportélmény Alapítvány és a központ 2005 óta minden évben díjjal jutalmazza a legjobb serdülőkorú atlétákat 4 szakákban. Az elismeréseket az U16-os korosztályban sikeresen szereplő ugró, dobó, sprinter és középtávfutó versenyzők kapják. A Vaszkó Judit emlékére 2008-ban létrehozott vándorserleget is a rendezvényen adták át. Nagyon örülök, hogy a Sportélmény Alapítvány ilyen aktívan beszáll Scherer Tamás részvételével, aki ugye a szakosztályvezetőnk is. Én úgy gondolom, hogy az atlétika helyzete Magyarországon, de talán akár európai szinten is azt mondhatom, hogy a szekszárdi körülmények azok kiemelkedők. Tehát mind infrastruktúrába, mind edzői minőségbe, illetve gyerekanyagba is nagyon előjárunk. Szőke Gergő azt is hozzátette, a mostani fiatalok számára példaértékű lehet, hogy az atlétikának köszönhetően egy vidéki kisvárosból felnőtt magyar bajnoki címig, vagy a válogatottba is bejuthatnak és egzisztenciát szerezhetnek. Amellett, hogy minőségünk is van, évről évre nő a mennyiség is. Tehát közel 100 atlétánk van, 4 különböző csoportban, tehát ott vannak távfutóink, vannak sprintereik, vannak ugróink és dobóink. Azt szeretnénk, hogy a jövőben minél több edzőt, szakedzőt be tudjunk vonni, és ezáltal a gyerekanyagot is tudjuk növelni. Úgy látom, hogy erre meg is vannak a lehetőségek itt Szekszárdon. 2021 legjobb U16-os dobóatlétája Kurz Kata, ugróatlétája Gréci Balázs, sprintere Orbán Zaják Péter, és a legjobb középtávfutónak járó elismerés pedig Gyányi Zsombor Buda vehette át. A Vaszkó Judit emlékdíjat pedig idén Katona Kitti kapta meg, aki az U23 OB-n női magasugrásban 3. helyezést szerzett. Regionális híreink következnek. Tanulmányi ösztöndíjak német és horvát nemzetiségű iskoláknak.
12 diák részesült a keretből Pécsen. Drámai helyzet a sertés ágazatban, gyors segéllyel mentik a gazdákat hazánkban. Turizmusfejlesztés rendezvényszervezés, egy kincses ládát és az idei programot mutatta be a Mecsek Nádas Dópán. Két német és egy horvát nemzetiségi iskola összesen 12 diákja vehetett át tanulmányi ösztöndíjat Soltész Miklóstól a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárától csütörtökön. A 2021-ben megpályázott nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjakból a 2011 óta működő támogatási rendszer keretében összesen 17 iskola 67 diákja részesült idén. ...2010-ben 12 iskolát tartottak fenn nemzetiségi önkormányzatok. Ma ez a szám elérte a 100-at, mondta ünnepi beszédében Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a középiskolásoknak odaítélt nemzetiségi ösztöndíját adó rendezvényen, Pécsett. Ezúttal 12-en a Koch Valéria iskola központba, a Lővei Klára gimnáziumba, valamint a Miroslav Kleža horvát oktatási központba járó gimnazisták vehették át az elismerést. Azt szeretnénk egyrészt megköszönni nektek is, tanároknak, nemzetiségi vezetőknek és természetesen a szülőknek is, hogy egyrészt jó tanulmányi eredményeket értetek el, de másrészt pedig azt is szeretnénk ezzel jelezni, hogy elolvasva nem csak a ti önéletrajzatokat, hanem másokét is, akik idén már megkapták ezt az ösztöndíjat, sokat tesztek, illetve tettetek a nemzetiségi közösség érdekében. Az okleveleket elsőként a német nemzetiségi iskolák diákjai vehették át, köztük Pánovics Dániel, aki jó tanulmányi és sporteredményeiért, valamint közösségi munkájáért kapta az ösztöndíjat. Biztos, hogy hasznát fogom venni ennek majd később, akár hogyha a sport kapcsán, mert focizom, akár munka kapcsán biztos, hogy valahogy így szeretnék eljeszkedni, ahol ki tudom majd ezt használni, hogy németül tanulhattam. Az eseményen részt vett Hoppál Péter országgyűlési képviselő, Englenderné Hokkibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, és Gugán Iván az Országos Horvát Önkormányzat elnöke is. Abban bízom, hogy nem csak amíg ide járnak a gimnáziumban, hanem utána is aktív tagjai lesznek a közösségnek, hiszen kellenek a fiatalok, kellenek az új tanárok, kellenek az önkormányzati vezetők, a civil szervezetekben aktivisták. A 20 hónapon át folyósított havi 30 ezer forintos támogatást idén összesen 67 tanulónak ítélték oda országszerte. Rendkívüli támogatást kapnak a hazai sertéstartók. Az ágazatban annyira megnőttek a költségek, hogy sokan felszámolják az állományukat. Ráadásul a felvásárlási árak is alacsonyak, miközben az afrikai sertéspest is terjed Európában. Az ágazat megmentése miatt döntött a kormány az egyszeri támogatás bevezetéséről. Megjelent a kormányrendelet, ami alapján támogatást kapnak a sertéskocatartók. Ők azok, akik a megemelkedett költségek miatt felszámolják a tenyészetüket. Ezért a kormány egy egyszerű, rendkívüli támogatásba tudja őket részesíteni, 20 ezer forint per darab. Én úgy gondolom, hogy ez egy jelentős szám, és az állatjóléti támogatásokat is pluszba megkapják. Én beszéltem egy-két állattartóval, akik azt mondták, hogy még azt kéne szorgalmazni, hogy ezeket a támogatásokat előrébb hozzák a kifizetést. A baranyai helyzetről azt mondta az elnök, hogy vegyes a kép a megyében. Valaki már megszüntette az állományt, ezeknek a drasztikus áraknak a hatására a terményárak nagyon elszabadultak. Azért a kukorica, mondjuk meg őszintén, ilyen 95 ezer és 100 ezer forint között is cserélt gazdát. Igaz, az a mai nap nem igaz, most ilyen 90 környék mozog. A búza 115 ezer volt tonnája, tehát azért jelentősen
megdrágította, a szójáról, a többi fehérjéről nem is beszélve, ezért az állattartók a kivágás mellett döntöttek egy-kettő, hál' Istennek Baranyában ez nem jellemző. Azonban országosan, sőt EU szinten nagyon rossz a helyzet ebben az ágazatban, mondta a sajtónak az agrárminiszter néhány napja. A takarmány és energiaköltségek drasztikus megemelkedése, az afrikai sertéspest is terjedése, valamint a kínai piac beszűkülése miatti rendkívül alacsony felvásárlási árak történelmi mértékű, uniós szintű válsághelyzetet idéztek elő. Ezért az ágazat túlélése érdekében az Agrárminisztérium 4 milliárd forint keretösszeggel új támogatási programot hirdetett meg a gazdálkodóknak, ami kocánként 20 ezer forint egyszeri támogatást jelent. A turizmus fejlesztés és a rendezvényszervezés a célja annak a nemrég megalakult cégnek, amely a Kelet Mecsek fellendítéséért alakult. A Mecsek Nádasd Open Turisztikai NKFT több helyi vállalkozó és magánszemély összefogásával jött létre. Az alapítók most egy kincses ládát töltöttek meg a helyi különlegességekkel, melyek az idei év eseményeit is szimbolizálják. Azt szeretnék elérni, hogy az év minden hetében kínáljanak kikapcsolódási lehetőséget, kulturális programokat és szabadidős rendezvényeket a látogatók számára. Kerámia edények, helyi pékáru és még számos kézműves termék van ebben a kincses ládában, amit a Mecsek nádasdiak töltöttek meg. A helyi értékeket bemutatva a 2022-es szezon turisztikai terveit ismertették a Mecsek Nádasd Open Turisztikai NKFT alapítói. A magánszemélyekből és vállalkozásokból álló társulás 18 alapító taggal jött létre 2021 év végén. A célunk az volt, hogy bevonva a helyi vállalkozókat és helyi magánszemélyeket létrejöjjön egy olyan turisztikai cél, támogató non-profit cég, ami alá tudja támasztani a helyben megtalálható értékeket, és úgy tudja megmutatni az ideérkező vendégeknek, hogy az attraktív tudjon lenni, és mindenki számára befogadható és értékes idő legyen az itt eltöltött idő. Az idei év a Svábságról szól majd a településen. Cél, hogy minden hétre kínáljanak programokat a szervezők. A számos rendezvény mellett újdonságokkal is készülnek a tagok. Szeretnénk meghonosítani többek között egy illatversenyt, egy országos illatmustrával készülünk, 3 fordulóval, tavasszal, nyáron, illetve ősszel. Ezen felül gondolunk a fiatalokra is, különböző fiatalokat megcélzó eseményekkel, stand-up fellépésekkel, szabadidő eltöltési kikapcsolódási lehetőségekkel készülünk. Emellett nagy hangsúlyt kap a borturizmus is, hiszen számos borász Mecsek Nádasdon tevékenykedik. A Magyarországi Németek Országos Borversenye, a Top 25 és a borbarangoló eseményeken túl nyitott pincék is várják az érdeklődőket a településen. De egy régi hagyományt is szeretnének feléleszteni, melynek középpontjában a Schiller bor áll. Ez egy olyan borféleség a rozé és a vörösbor között, ami most egy kicsit háttérbe szorult, viszont gasztronómiai érdekessége, hogy nagyon sok ételhez társítható, talán még többhöz, mint a rozé, és különböző egyéb alkalmakkor is nagyon jó társa lehet a beszélgetéseknek, illetve a baráti találkozóknak. A Mecsek lábánál fekvő falu vonzereje különleges természeti értékei mellett épített kulturális örökségének, a sváb gasztronómia ízeinek, a borturizmusnak, a helyi legendák, hagyományok és népi kézműves mesterségek megőrzésének, illetve a településbe hálózó országos és nemzetközi turista, illetve zarándokutaknak köszönhető, hangzott el az eseményen. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Kommunizmus áldozatainak emléknapja, Tolna megye szerte tartottak koszorúzást. Közel 100 gyerek sport teljesítményét ismerték el, 2021-ben is remekeltek a szekszárdi atléták. Kihasználták a hűvös időt, Bátaszéken és Bonyhádmajoson is a disznóvágás hagyományát elevenítették fel. Nagy étvágya volt a tolvajnak, 15 kiló fagyasztott húst lopott egy férfi. Kedden nagyrészt napos idő lesz jellemző, de helyenként felhősebb időszakok is várhatók. Élénk északkeleti szél fog fújni, az éjszaka első felében erősen felhős időre van kilátás, majd később csökken a felhőzet, csapadék nem várható. Rizsirekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!